Sziasztok! A mai témánk az emojik. Készítettem egy táblázatot, de erről majd a holnapi videóban lesz szó. Most az emojikról fogunk beszélni. Sokan használják mostanában, igazából majdnem mindenki használ, tényleg majdnem mindenki használ emojit a YouTube-on. Én erre először példát Csajt32-nél láttam, a Felrobbantottuk Benipova mapját című videójában. Én szerintem, legalábbis ez az én véleményem, az amikor a címben emoji van, az nagyon ószvarul néz ki. Természetesen ezt szépen is meg lehet oldani és szépen is bele lehet rakni, mint például Ice Blue Birdnél is. Én amikor emojit használok a címben, próbálok törekedni arra, hogy hát azért elfogadható minőség legyen viszonylag. Ahol pedig sikerült nem elfogadható módon használni emojit, hát azt megváltoztattam. Na jó, természetesen vannak kivételek, de ez olyan videó, milyen. Srácok, egy igazi unikorn. Erre inkább ne térjünk ki. Azonban ezeket az emojikat értelmesen is lehetne használni. A nézőtáborom eléggé föltagolt, erről én tehetek, hiszen én videózok észrekül össze-vissza, ami már nem tart sokáig. Erről majd a holnapi videóban még egyszer mondom. Kitaláltam egy ilyen kis emojis rendszert. Ez hogy is néz neki? Az index képre a főbb jellemzőit kirakom az emojinak. Ezeket megpróbálom én clipart képeket készíteni Adobe Illustratorba vektorosan, tehát ilyen vektor képeket. Amiket én készítek, az ugye az lesz az index képen, ez egy emoji lesz valószínűleg, vagy nem is biztos, hogy emoji, tehát egy kis képecske a sarokban. Mint Paul Street-ek, vagy Just Feed, mennek hasonló, de mégse. Tehát ez keret magyarul a videóknak. A leírásba, nem a címben, mert azt már próbáltuk, az nem jött össze, a leírásba, valószínűleg a felső sorba, ott lesznek emojik, 1, 2, 3 több, de valószínűleg 1, max. 2, a több az már ritka eset, hogy kicsit úgy jellemezze azt, hogy mégis ez milyen fajta videó, és ennek az az értelme, hogy mivel szétszedtem a nézőközönségem táborokba, úgymond, vagy csoportokba, hogy ki mit néz, így tudtok tájékozódni, rákatintottok a videóra, ó, ez vlog, ezt megnézem, ó, ez zeneparódia, ezt megnézem. Azért látszódjon egy Minecraft videónál, hogy ez nem vlog, ezért lesz az index képen kint az általam készített clipart kép, hogy ne kell rákattintani, hogy az a Minecraft, vagy vlog, érted? Tehát a vlog, akkor azon belül mi a tosz? Mert azon belül is van többféle. Ez a haj Jézusom, fú, de idegeimre megy, come on! És akkor a leírásban ez a magyarázat, amit most megcsinálok, mindenhol ott lesz a fontos, és akkor ott vannak a linkek, és alatta ott lesz ez a kis jelmagyarázat. A legfontosabb a live-ok. A live-ok tök fura módon piros karikával lesznek jelölve, ki gondolta volna, nem? Tehát a piros karika az a live, és egyébként ez tök ennyi, tehát hogy piros karika kész, jó, hagyjuk a témát. Minecraft, mert nincsen third block, creeper, alapértelmezett a Windows 10-ben, milyen fura egyébként, ezért úgy gondoltam, hogy az lesz a csákány. Aztán lesz a vlog. A vlog milyen meglepő módon megint ugye, kamera. Kamera. A gameplay, hogy tovább durvítsuk a dolgokat, nem PC, konzol, konzol, mert nekem nincs konzolom, ezért gondoltam, hogy ne PC legyen, akkor nem egy konzolja. Az úgy sokkal logikusabb. A film ez a, basszus, semmit teszem, amivel a jelenetek előtt csaptak egyet, hogy ez most hányadik jelenet, milyen dátumkor lett főben, stb. Amit, ha valaki tudja, nem jut írja már nekem, mert basszus, nem tudom a nevét. Ez nagyon gáz. Aztán a zene megint csak olyan furcsa módon, hogy nem igaz, egy hangjegy lesz. Olyan videóknál is lesz ez a hangjegy, ami nem zene, hanem zenés. Tehát mondjuk egy live van, amikor zenét hallgatok, mert ugye sokan nem szeretik, vagy egy videóban, amikor zene szól alatta, sokan nem szeretik, megjelölöm hangjeggyel, hogy tudjátok, hogy ez alatt a videó alatt, nyilván halkan, de zene fog szólni. A minőségi videók, amik ilyen minőségi videók, tehát... Az jól megboltad! A minőségi videók, amik ilyenek például, mint a Minecraft filmek, tehát amivel ilyen több heti, vagy nagy isten több hónapnyi munka van, azok egy csillaggal lesznek jelölve. Hát mert ugye, ha van minőség, akkor van szutyok is. Ezért lesz a trash tartalom egy kukával, mert én ezt szeretek néha gyártani ilyen sokat, hogy tegyük föl reakció videó. Szemetes ládával jelöljük, ott nem is részben szemetes láda. Azok
Édek szépen szemetes láda. Arra ne kattints rá a értelmes néző, vagy maximum a totális baromkodásra vágy. Srácok! Nem tudom, hogy jött, de egy ördög smiley-val lesz jelölve, hiszen ezek lesznek a leggonoszabb videóim, ezek lesznek a rendstílusú videóim, amik a leggonoszabbak a világon. A paródiák! Például a Brodapest, amit egyébként rüheltek, vagy a zeneparódiák. És most fel is hozok egy példát. Ha vanna a zeneparódia a legmegtekintettebb videó csatornám, biztos, hogy láttad, ha most itt vagy. Ez egy hangjegy, meg egy ördögfej. Zene, paródia. Úristen, menjünk vissza az ókorba, basszus. Hát már lassan ilyen hieográfiákkal fogunk írogatni. Már lassan nem is használunk betűt, mert minek, nem? Így egyszerűbb. Mondjuk a ProBS Noob, ami trash tartalom, de paródia is. Meg minőség is, tehát az ilyen fuck off videó lett. Ott szintén ott lesz a hangjegy. Na és most jön a leglogikusabb az összes közül. Egyéb kulcs. Normális! Honnan jött ez, hogy kulcs? És akkor most én úgy beszélek, mintha nem én csináltam, nem én találtam volna ki egyedül, értitek? Most úgy beszélek. Mit érzek ilyenkor komolyan? Igen, az egyéb lesz a kulcs, aki megfejti, hogy mi köze van a kettőnek hozzá. Tehát aki komolyan, kommentbe írjatok összeesküvés elméleteket, hogy mi a TOSZ köze van az egyébnek a kulcshoz. De komolyan, írjatok összeesküvés elméleteket, és aki a legjobbat írja, az beolvas metsze videóba, vagy nem tudom. Külön videót szánok rá. De komolyan mondom. Köszönjük, baba. Remélem minden érthető volt, ez a videó elég későn fog kikerülni, hiszen fél hét van, és én most álltam neki fölvenni, és azért szépre meg akarom vágni, úgyhogy szerintem 8-9 körül, 10 körül kerül ez a videó. Gratulálok, Zsegon, ügyes vagy. Viszont mostantól rendszeresen fog videózni. Erről majd a holnapi vlogban, amit nézzetek meg, ha minden jól megy, akkor 4-kor ki fog kerülni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, ne felejtsetek el dobni egy lájkot, ha pedig nem tetszett, ottan diszlájkoljátok a videót, és írjátok le, hogy mit változtassak. Igen. Ja. Hogy most. Infinite power! Köszönöm a figyelmet! Isten áldjon! Szervusztok, gyermekeim!